A legtöbbünkben úgy él, hogy a fűtési szezonhoz kapcsolódnak az általában a nyílt égésterű berendezésekhez köthető szénmonoxid mérgezések. Vannak azonban olyan tüzelőfűtő berendezések, amelyek nyáron is működnek. Egy ilyenhez kapcsolódott az az eset is, amely a napokban történt Nyíregyházán. Egy fürdőszoba egy nyílt égésterű kazán okozott problémát, egy 12 éves gyermek szenvedett súlyos mérgezést, aki azóta már szerencsére jól van. Az ilyen esetek elkerülése érdekében nyáron is meg kell tennünk néhány a biztonságunkat szolgáló lépést. Ezeket a berendezéseket időszakosan felülvizsgáltatjuk, az adott helyiség levegő utánpótlását biztosítjuk, és a harmadik, hogy a kazánhoz kapcsolódó égéstermék elvezető, azaz a kémény felülvizsgálatát is elvégeztetjük az erre jogosult szakemberrel, és végül, de nem utolsó sorban megfelelő helyről vásárolunk egy szénmonoxid érzékelőt, és azt elhelyezzük az adott helyiségben, vagy annak közelében. A legjobb, ha a helyiség felső harmadába jól látható, könnyen hozzáférhető helyre tesszük ezeket. Az is fontos, hogy időnként újraindítsuk a készülékeket, az elemeket pedig cseréljük bennük, hogy minden funkciójuk megfelelően működjön. A katasztrófa védelem honlapján elérhető az a lista, amelyből kiderül, a hatóság mely készülékek használatát ajánlja, illetve nem javasolja a lakosoknak. A tűzoltósági főfelügyelő arról is beszélt, hogy már most lehet készülni a közelgő fűtési szezonra. Rendszerint akkor rohanják meg az emberek, a szakembereket, amikor elérkezik az első indítás, a berendezések indítási napja. Ilyenkor sokkal nagyobb a kapacitás a szakemberek részéről, és könnyebben megoldható, könnyebben kivitelezhető ez a felülvizsgálat, illetve ellenőrzés. A tűzoltósági alezredes hozzátette, a berendezéseket az ezekkel foglalkozó szakemberekkel nézessük át, míg az égéstermék elvezetőkkel kapcsolatban a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervéhez lehet fordulni.